Kocka Béla. A tanár, a lovász, a lovas túravezető. Ez a mindenkit lóra ültetünk, ez az én küldetésem, ez az én életem szent missziója. Nagyon egyszerű dolog lovagolni, nagyon egyszerű dolog még tulajdonképpen lovas túrát is tenni, csak tudni kell, hogy mikor, milyen tempóban, milyen lovakkal lehet ezt megvalósítani. A lovagláshoz igazából jó szív kell, jó ló, aztán menni kell. Egy ember, aki 800 kilométerre otthonától találta meg azt a helyet, ahol igazán tud tanítani. Én nagyon szeretek tanítani. Amikor oda megyek ki Erdélybe, Csinódba, akkor olyan emberek jönnek mellém és körém és hozzám, akik tanulni akarnak. Csak feldobsz egy labdát, és hárman, négyen vannak, akik alig várják, hogy elkapják, és megnézzék, hogy mi van a felületére írva. Egy ember, aki már jól kiismeri magát az Erdély szívében élő csángók között. Egy picit nehéz üzleti partnerek. Mindenki tudja, hogy egy üzleti vállalkozásban, egy megállapodásban mindenki próbál a maga előnyére egyezkedni, helyezkedni. Ez a csángókkal alapvetően nem működik. Itt nincs másfél óra, vagy nincs reggel 10 óra. Itt reggel van, délelőtt van, dél, délután és este. Tehát amikor én megbeszélek velük egy időpontot, tulajdonképpen itt az itteni emberek alaptermészetüknél fogva még csak helyjel közzel sem tartják be azt az időpontot. Majd jönnek. Egy ember, akinek meg kellett dolgoznia azért, hogy most azt csinálhassa, amihez ért. Az én életemben sosem mentek olyan gördülékenyenek a dolgok, hogy tudod, ez a fogaskerék, hogy ott, itt most pont most jókor jött ez a döntés. Á, nem. Mindenért marhára meg kellett küzdeni, mindenért nagyon sokat kellett kaparni, ahogy Erdélyben mondják, hogy mit összekörböltél, kellett érte. És egy ember, aki nem vágyik sokra, csak igazi erdélyi lovakra, kislányainak, és persze magának. Nincsenek már ilyen nagy gondolataim, nagy terveim. Egy van, szeretnék Erdélyből hozni a lányaimnak, meg magamnak szeretnék egy lovat. A Fejér megyei Mány Alsóörs pusztán járunk. Ezen a tanyán él Kocka Béla feleségével és két lányával. 12 éve lakunk itt. Az viszont mindig is világos volt számomra, hogy ha én valahol lakni akarok, akkor az nem Békás megye, a 8. emelet. Ott is lehet élni, és ott is lehet boldog életet élni, csak ott kell szocializálódni. Én világéletemben vidéki ember voltam, és aztán, ahogy vidéki ember voltam, úgy a vidékben is szerettem volna azt megtalálni, amit ott meg itt, hogy legyen egy terület, és hát a szomszéd, legyen szomszéd, mert jó szólni a szomszédhoz, meg jó érzés, hogy barátkozunk, meg vigyázunk egymásra, meg amikor baj van, akkor de jó, hogy itt vagy szomszéd, emeljük már meg ketten, ezek jó dolgok, de legyen egy tér az ember körül, és ebben nekem, Istennek hála, nagyon nagy szerencsém volt, nem csak Istennek, ebbe benne volt a nevelőpapám, nagyon sokan benne voltak, mert az nem természetes, hogy valaki ebbe úgy belecsöppen. Tehát ezért sokat kellett dolgozni, meg sok ember segítsége is kellett hozzá. De hát mindig is ez volt a cél, itt is, meg ott is. A nyár azonban egészen máshogy néz ki. Béla ugyanis felkerekedik, és meg sem áll az erdélyi Csinódig. Ez Székelyföldnek egy különleges vidéke, ugyanis az Úz folyó felső folyása mentén a 19. század utolsó évtizedétől kezdődően létrejött egy székelyföldi havasi tanyavilág. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy a magyar alföldön is tanyák vannak, tehát egymástól pár száz méter, vagy ha kell, pár kilométer távolságra. Ugyanúgy itt fent az 1000 méter magasban, fenyő erdők által uralt területen létrejött egy különleges havasi tanyavilág.
hogyan is alakult ez ki. A 19. század végén a gyimesi völgyekben egy demográfiai robbanás következett be, aminek eredményeként az az adott terület nem tudta eltartani az egyre növekvő létszámú népességet. És onnan a gyimesi csángó családok elkezdtek visszahúzódni Székelyföld belsőbb területei felé, és itt Csíkszentgyörgy, Csíkbankfalva, Menasság, Csíkmincent, Csíkszentmárton külterületi birtokaiból vásároltak meg elerdősödött területeket. Itt fenn az Úsz felső folyása mentén lényegében három kis település bokor alakult ki. Ezek közül a legnépesebb Csinód, egy kisebb településrész Egerszék, és a legkisebb a Lesőd, ahol csak lényegében öt család élt, most jelenleg három ház lakott, és összesen jelenleg 100 család lakik itt fent a Havason, ez 320 személyt jelent. Mi késztethet valakit arra, hogy minden évben útnak induljon és megtegyen 800 kilométert, hogy két hónapot adott esetben családja nélkül töltsön el? Már gyalog nagyon sokat jártam Erdélybe, és nagyon sokat túráztam. De hát én otthon is lovakkal foglalkoztam, és adva volt a dolog, hogy ezt a kettőt mindenképpen össze kellene hozni. Mert lovon nagyon nagy távolságokat megtenni, ahogy ezt a szakmai zsargon mondja, a nyereg alatti lóhasználat azért az egy csodálatos dolog. Mindezt egy ilyen környezetbe beillesztve még mindig azt mondom, hogy egy szép dologra találtam rá. Az nagyon jó dolog, ha az ember azt csinálja, amihez valamelyest ért. És hát én nem nagyon értek máshoz. A csíki havasok eme csángó települése oly elszigetelt, hogy megközelítése sem egyszerű, főleg nem az aszfalthoz szokott autók számára. Ide már minimum terepjáró kell, vagy ló. Igazi erdélyi ló. Itt arról van szó, hogy a változékony terepviszonyok mellett itt senki nem fog megtanulni lovagolni, ha nem tudott. De, hogy lovon ülni megtanul, az biztos. Itt jön rá, hogy még ott is fáj az izma, ahol nem is gondolta volna, hogy van. És ezek között a változatos terepviszonyok között, hogyha azt a két-három alapvető szabályt betartja, ami a lovon üléshez kell, akkor ezek a lovak bárhova elviszik, és bárhonnan visszahozzák, testi épségére ügyelve. Nagyon szépen. És akkor azt gondolom, hogy ez például egy üzenet. Ez például egy olyan, ami nekem a küldetésem része. Hogy az emberek minél többen ismerjék meg azt a lehetőséget, hogy a lovas túrázáshoz nem feltétlenül több éves lovas gyakorlat kell. A lovas túrázáshoz kell egy alapvető mozgáskoordináció, ami azt hiszem mindenkinek megvan. És ezt a mozgáskoordinációt szépen áthelyezzük a lovakra, és ezekkel a lovakkal megyünk, sétálunk. Kocka Béla immár 10 éve szervez lovas túrákat Erdélyben a csíki havasok legendásan festői tájain. Pénzt is kell keresni, ugye én is ezen a világon élek, és valami olyat is kell csinálni, ami hordoz bizonyos értékeket, ami sikerélményt ad, nem beszélve arról, hogy miközben csinálom, van olyan eset, hogy azért legalább olyan jól érzem magam, mint a vendégeim. Sőt, talán egy kicsit jobban. Immár 7 éve dolgozik együtt a Csillag családdal. Minden nyáron kibérli a lovaikat, melyek segítségével a vállalkozó szelleműek elsajátíthatják, hogyan is kell lovon ülni. Ott jártunkkor bele is csöppentünk egy lovastúra kellős közepébe. A szegedi fiatalok elmondták, miért is jöttek ilyen messzire, mi a baj a magyarországi lovastúrázással. Nem nagyon szeretik kivinni az embereket túrázni. Nagyon félnek a balesetektől, úgyhogy nem sok lehetőség van Magyarországon túrázni. Szép helyeken, meg aztán végképp nem. Amikor a csíksomlyói bucsúra mentünk el úgy, hogy föltettünk egy szekeret, megraktunk emberrel, szalonnával, borral, pálinkával, sörrel, amivel kell, és három vezetéklovat kötöttem a szekér mögé.
És akkor én nekem nagyon jó életem volt, én befeküdtem a szekérbe a szénára, és így szemből néztem az embereket, és mondtam, hogy hogy tartsák a lábukat, és hogyan üljenek. A hét végére, a somlyói búcsút is megjártuk, aztán még bókláztunk, a hét végére a háromból kettőt el lehetett engedni, és nagyon szépen irányította a lovat, és követték a szekeret. Én hangsúlyozom, hogy ez nem a lovaglás tanulás. Ez az, hogy megtanulunk lovon ülni. Az emberek, amikor lóra ülnek, mindenkiben több-kevesebb félsz van. Ezek a lovak ezekkel a nyugodt, kényelmes mozgásukkal napok alatt fel tudják oldani. És akkor tényleg már csak fönn kell maradni a lovon, ami csak a lábtartás, combtartás, térdszorítással működik, és ez a hely ezt tudja. Senki nem volt még, aki ne lovas tudásban gazdagodva ment volna el innen. Ez a mindenkit lóra ültetünk, ez az én küldetésem, ez az én életem szent missziója, mert nagyon sok felesleges nimbusz, felesleges távolságtartás van az emberekben a lovaglással kapcsolatban. Nem egy olyan megközelíthetetlen, misztikus dolog, nagyon egyszerű dolog lovagolni, nagyon egyszerű dolog még tulajdonképpen lovas túrát is tenni, csak tudni kell, hogy mikor, milyen tempóban, milyen lovakkal kell ezt, és milyen tempóban, milyen lovakkal lehet ezt megvalósítani. Erre sokkal több ember képes, mint aki gondolná magáról. A lovak a maguk ismeretrendszerén belül értenek hanghordozásból, szóból és leginkább testbeszédből. Ez a testbeszéd egy tulajdonképpen elég bonyolult rendszer, és a ló egy érzékeny idegrendszerű állat, de hogyha abba a testbeszédbe, ebbe a rendszerbe eligazodunk, akkor a ló nekünk nagyon jó partnerünké válik. Itt ezek a lovak, ezek az évszázadokon keresztül munkára szelektált keveréklovak, ezek különösen érzékenyek az emberi viselkedésre, az emberi jó szándékra, figyelemre, kíváncsiságra. A lovak domestikálási folyamatába az ember az évezredek alatt jó-rosszul már nagyon sokszor beleszólt. Általában soha nem a lovak hasznára, hanem mindig a maga hasznára igyekezett társául választani ezt az állatot, aztán kért tőle néha egészen borzasztó dolgokat. De tulajdonképpen ez itt Csinódban sincs másképp, és itt is ugyanúgy teltek az évezredek ebből a szempontból. Egy dolog van, ami mindenképpen megkülönbözteti ezeket a lovakat az általam eddig ismert lovaktól, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy én ebbe a dologba így el tudtam merülni, ez pedig az a kifejezés, hogy munkára szelektált lovak. Ez a hétköznapi életben teszi olyan társáolovat, egyszerűen hétköznapi követelmények miatt, hogy a lóra számítani lehessen. A munkában, mint társ, leginkább megfelelt lovakat tenyésztik tovább. De nincs igazán tenyésztési könyv. Az emberek fejében van, akik ránéznek itt egy lóra, soha nem fogok eljutni erre a szintre, ránéznek egy lóra, és megmondják, hogy ki volt a nagyapja. Mindent tudnak ezekről az állatokról, a viselkedésüket, a származásukat, és ez a fajta munkaszelekció, munkára szelektálás nevelt ki itt egy olyan, azt mondhatom, hogy egy sajátos lópopulációt, de ebbe beletartoznak a kászoni lovak, a csíkszentgyörgyi lovak is a környékben, kinevelt egy olyan lópopulációt, amiből gazdagon lehet választani, méghozzá hobbi lovat is éppen. Ugyanis attól függetlenül, hogy a ló mire hogyan lett betanítva, ő megszokta az ember követelményeit, és ahogy mondtam, ha megérti, hogy mit akar tőle az ember, azt a lehetőségéhez képest mindenképpen megpróbálja megcsinálni. Így lehet átmenni velük vízmosásokon, így megyünk át szakadékokon, mindenhol, ahol csak a legelképesztőbb helyeken, ahol csak lóval átmenni lehet. Ezt kéred tőlem, én ezt teszem. És hogyha ez a fajta harmónia kialakul fahúzás közben, ilyen környezetben, akkor ez a harmónia megmarad, akkor is, ha csak úgy, mint mi, itt nyaranként hobbi lovaknak használjuk ezt a lovat. Mindenkinek vannak kedvencei a lovak között, ez a ló, amelyik itt áll mellettem, ez az én első számú kedvencem. Igazán nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, nagyon sokat lovagoltunk együtt, és
Hát ugye a lovaknál nagyon fontos, hogy elnyerjük a bizalmukat. Ez egy nagyon nehezen megfogható ló. Ha ő elmegy, akkor ő el van menve. Akkor ő nagyon elmegy. Volt úgy, hogy mit tudom én, Attilával ketten másfél óráig hajkuráztuk, mire nagy nehezen valahol beszorítottuk, megfogtuk, és amikor eltelik egy kis idő, ami nekem csodálatos és nagyon jó érzés, hogy engem ez a ló egy ekkora környezetben, ahol igazán még elszaladna, megvár. Most is, amikor megbeszéltük, hogy hozok egy lovat, akkor bementem hozzá a többi közé, és megvárt. És ez számomra egy nagyon szép üzenet az ő részéről, hogy nem vagyok neki egy mumus, egy félelmetes partner, és olyan nagyon jókat szoktunk együtt lovagolni. Szóval ő az a ló, aki engem megvár. Hát sajnos, mint hogy a tulajdoni viszonyunkat rendezzük, úgy nem várt meg, mert más lett a gazdája, nem én, de hát így alakult. Remélem, még sokat fogunk együtt dolgozni. Ez egy igazán derék ló, a Betyár. A lóval való foglalkozás, azt higgyétek el, hogy munka. Annak enni kell adni, meg kell pucolni, és az a jó benne, hogy addig jó, amíg szívesen csinálod. Van ám úgy, hogy reggel úgy vagyok vele, hogy ja Istenem, én rettenetesen nem szeretem a hideg időt. Az ónos eső a maga depresszív hangulatával az engem azonnal szuicidérzésekkel tölt el. Tehát ahogy reggel fölkelek, legszívesebben én már soha többé nem ennék, nem innék semmit, csak legyen vége. De akkor is ki kell menni, mert ugye a ló, hát ő neki nincsenek ilyen érzései, ő nem akar ilyen halni, tehát enni kell adni neki. Tehát, hogy ez a fajta, ez nem a törlesztés része, ez a munkád része, ez munka. De mondom, amint felsüt a nap, akkor már egészen más. Meg amint az ember Erdélybe ad edni a lónak, az már egészen más. Tehát az munka, de nagyon-nagyon jó tud lenni. Nagyon-nagyon kellemes tud lenni. A lovak mellett nagyon sok mindent meg lehet tanulni. A lovak mellett különösen akkor, amikor tényleg úgy dolgozol egy lóval, hogy a társad, és itt megint csak arra tudok visszakanyarodni, hogy szélsőséges terepviszonyok között, szélsőséges időjárási viszonyok között, mert bizony voltak szélsőséges időjárási viszonyok, amikor úgy nyíltak meg az égcsatornái, hogy épp a jel nem mosott bennünket lovaktól. Ott azért tanul az ember. Az egy nagyszerű dolog, amikor... Hát például én megtanultam azt, hogy fél az ember a villámcsapástól, de hát azért csak tartja magát. Hát az a lovak között ott csapkodott a villám, ott dörgött az ég, de olyan égzőgéseket képzeljetek el, hogy mintha a világ mindenség roppant volna össze egyetlen pillanatban. Tehát ezeket is ott a hegyek között megélni, csodálatosan borzasztó élmények, de nem is tudja az ember elképzelni, aki nem hallott még olyan égzengést, ami ott van, meg olyan villámcsapást, ami most a nyáron volt, hogy mellettünk, nem volt 40 méterre az a fa, amiben belecsapott a villám, és tudod, amikor úgy delejezi a levegőt, és akkor mintha légnyomás megváltozna, de olyan úgy a csontodik hatol, úristen, menjünk innen, de gyorsan. És ott is lóval voltunk, és akkor a lovak meg így szépen nézegettek. Hát, bátor állatok ezek azért a maguk módján. Igen. Lovak mellett sok mindent megtanul az ember. Lovastúra vezetőként Béla nem csak a lovakhoz ért, hanem a lószerszámokhoz is. Gyűjteményét nem rejti véka alá, és szívesen mesél is róluk. Valamikor a honfoglalás korában bejöttek a magyarok egy bizonyos fajta nyergen ülve, egy bizonyos fajta lovaglási stílusban. Ez a nyereg, ott látható, én jobbára ezen szoktam lovagolni, lovastúrát vezetni. Én egy nyeregvázon ülök, amire rá van dobva egy most éppen nagyon fáradtságos tenyésztési munkával előállított piros birka bőr. Ez a nyereg, amit itt látunk, ez egy erdélyi fanyereg.
Nézzük meg a hasonlóságot, nézzük meg az összeillesztés hasonlóságait, és nézzük meg az evolúció, a nyerekfejlődés következő lépését, amikor megtartották a fatalpakat és tettek rá vaskápát. Ez már egy katonai nyereg. A következő lépése a fejlődésnek az volt, hogy ezt a vaskápát csuklókkal látták el, és alatta a fakápa úgy mozog, hogy felvegye a ló alakját. Többféle lóra föl lehet illeszteni úgy, hogy ez talál a ló hátához. A legvégső fejlődési állomása ennek a katonai nyereg, az úgynevezett huszárnyereg, amit úgy oldottak meg, hogy a fakápát kicserélték egy acéllemezre, az acéllemezt beborították egy filc darabbal, ami forog, és önmagában el is tekeredik, tehát bármelyik lóra úgy lehet feltenni, hogy a lónak talál az izomzatához, talál a csontszerkezetéhez. Anatómiailag, ahogy most szokták mondani, hogy mondják ezt? Ergonómiailag szerkesztett nyerget készítettek Magyarországon már az 1930-as években is. Lovastúrázás pont az, ami nem a legköltségesebb szerszámokat igényli. Ahogy mondtam, 2000 forint egy ilyen zabla, talán 1-2000 forintért lehet venni egy kötőféket, és egy ilyen derék nyeregváz, jól elkészítve, és egy birkabőrrel leborítva, a világ végére kiviszi az embereket. Egy jó lóval természetesen, az mindenképpen kell hozzá. De még egyszer kihangsúlyozom, az üzenet az az, hogy nem a külsőségekkel kezdődik ez a dolog. Nem azzal kezdődik, hogy mennyit költök a lószerszámra, mert a lónak nagyon mindegy, hogy milyen színű, milyen formájú, milyen kialakítású kötőfék van a fejében. Ahhoz, hogy lovagoljunk, igazából nem feltétlenül a szerszám költséges volta, vagy nem feltétlenül a nagyon drágán megválasztott lovasboltban megvásárolt szerszám a szükséges. A lovagláshoz igazából jó szív kell, jó ló, aztán menni kell. A hétköznapjaink az körülbelül úgy néz ki, mint minden normál magyar embernek rabszolgamunka. Amire vágyunk, testmozgás, mert igazából napközben nem sok időnk van normálisan mozogni, sokszor egészségesen élni. Meg lehet csinálni persze, hogyha az ember nagyon odafigyel rá, de kemény munka mellett nem sok idő és energiája jut egy embernek szerintem erre. Testmozgásból pedig nincs hiány, hiszen adott esetben akár egy 30-40 kilométeres lovastúra is belefér egy napba. Egy jó lovastúra vezető pedig természetesen megfelelő helyismerettel is rendelkezik. Ez a terület, amit itt most belátunk, ez az Úzvölgye, az Úzvölgyének egyik legszebb része. Ezt a tulajdonképpeni szorost az Úz folyó faragta magának több ezer év alatt, és ez a szoros és a mellette lévő út és maga az Úz folyó köti össze Hargita megyét Bákó megyével. Ez volt a valamikori történelmi Magyarország határa. Nagyon sok szempontból híres, nevezetes ez a terület, többek között azért, mert Malinowski marsall a második ukrán frontot ezen a szoroson hozta be, amikor a németeket visszaszorították egészen Németországig. Amit meg szeretnék mutatni, az a sajtető. Sajhavasnak is szokták mondani. Az a pont, ahova, az a legmagasabb pont, ahova még lóval felszoktunk menni, ahol lovas túrát szoktunk vezetni. Részint azért, mert a lovaink képességéből ez a kis teljesítmény még lazán kitelik. Részint azért, mert szinte az egész keleti Kárpátokra csodálatos kilátás nyílik. Érdemes megnézni. A tető megközelítőleg 1500 méter magas, talán még egy kicsit magasabb is lehet. És a mai napig csobánok, pásztorok, erdőjáró emberek minden nap járják. Ők úgy járnak ott azokon a hegyi ösvényeken, mint mi otthon a sétatéren. Nekik ez az ő mindennapi életüknek a része, sőt,
hogy ezeknek a lovaknak valamilyen szinten a teljesítő képességével tisztában legyünk. Ezeken a területeken, adott esetben a fakitermelésen lovak dolgoznak, és lovak húzzák ki az erdőből, ilyen nem hétköznapi körülmények között, nem hétköznapi földrajzi viszonyok között a kivágott fákat, olykor 15-20 méteres fákat, vagy több hosszabb fákat is az erdők közül az úgynevezett vágási területekről, vágterekről. Ha az ember a természet közelében van, a lovak közelében van, egy kicsit lefogy, egy kicsit megerősödik, tehát nagyon-nagyon jó érzés úgy feldurrantva, úgy feltornázva magunkat hazamenni. Ebből a tulajdonképpen jobb szó nincs rá, tartalékból, kondícióból az ember még hosszú hónapokig eléldegél otthon. Az biztos, hogy az, aki lehúz itt egy pár hetet lovon, vagy ahogy nekem a szerencsém néha megadta azt a lehetőséget, hogy akár 1000 kilométert lovon több hétig folyamatosan lovastúrázva, az egy olyan erőtartalékot ad, és nem csak testileg, nem csak az ember mozgása, izmai rendeződnek, hanem itt a fejében is rendeződnek dolgok, és talán ez mindennél fontosabb. Jöttek ide emberek, és meg kellett őket tanítani, nem csak lovon ülni a hegyen, hanem semmit se csinálni. Ez egy nagyon érdekes történet. Jöttek ide olyan emberek, akik az üzleti világ, a hétköznapi világ pörgésében nagyon eredményesek, nagyon sokat értek el, és megszokták ezt a fajta élettempót. És amikor végeztünk a lovaglással, akkor ott a teraszon úgy a szószoros értelmében úgy tipródtak. Nem tudtak magukkal és a felszabadult idővel mit kezdeni, és akkor el kellett magyarázni, hogy figyelj ide, ha itt nem történik semmi, akkor itt nagyon nem történik semmi. Olyan nagyon nem történik semmi, hogy azt el sem tudod képzelni. Ülj le és élvezd. Ez olyan érdekes volt, hogy ugye szabályok között élünk, ők is szabályok között élő emberek, és amikor meghoztam ezt a szabályt, hogy ülj már le, és nézzél ki nyugodtan a fejedből, onnantól kezdve működött. És akkor... ha valamit adtam annak az embernek a lovagláson kívül, na akkor ez az, hogy ember, hát ide jöttél, utaztál 800 kilométert, nehogy már elmenjünk valahova pörögni, csörögni, akkor ülünk, azt nézzük, isszuk a sört, isszuk a pálinkát, harapunk hozzá egy kis szalonnát, aztán ez van. Az úgynevezett civilizált világban mi alapvető funkciókat felejtünk. Mi alapvető funkciókat felejtünk, ami adott esetben az életben maradáshoz kell, a gondolkodásunk tisztaságához kell, ezeket mind-mind felejtjük, és annyira felejtjük, ami talán még a felejtésnél is rosszabb, hogy nem is hiányoljuk, mert nem tudjuk, hogy létezik, nem tudjuk az értékét. Mi az, amit itt kaptatok? Egyrészt rettenetesen jó társaság, nagyon hosszú és nagyon fárasztó túrák, nagyon érdekes emberek, például a csángók, az ételeik, szerintem ennyi elég. Az ember, amikor ide átkerül, akkor gyakorlatilag minden olyan szabály, ami addig érvényes volt az életébe, a közlekedési szabályokon kívül más értelmet nyer. Egészen máshogy működik itt a világ, egészen más az emberek gondolkodása, más a munkához, az emberi viszonyokhoz való hozzáállásuk. Óriás, ég és föld a különbség, összehasonlíthatatlan. A legérdekesebb dolog itt az emberi viselkedésformák különbözősége. A csinódi emberek évszázadok óta lótartással, állattartással foglalkoznak, nagyon kevés embernek van állandó munkahelye. Ez jár egy bizonyos olyan hozzáállással, hogy itt nincs másfél óra, vagy nincs reggel 10 óra, itt reggel van, délelőtt van, délután és este. Ez egy otthoni környezetben szocializálódott embernek gyakorlatilag idegtépő. Tehát amikor én megbeszélek velük egy időpontot, tulajdonképpen itt az itteni emberek alaptermészetüknél fogva még csak
helyjel közzel sem tartják be azt az időpontot. Majd jönnek. Tehát ez egy nagyon fontos alapvető különbség, ezt meg kell szokni, nekem 10 év alatt nem sikerült. Nagy Balázs munkája során ismerkedett meg ezzel a tájjal. Néprajzkutatóként érkezett ide először még a 90-es évek végén, hogy meglátogassa Karácsony Gyula mesemondót. A táj szépsége pedig olyannyira magával ragadta, hogy feleségével Nászútra is idejöttek. Meg is vásároltak itt egy tanyát, amit kezdetben hétvégi háznak használtak. 4 évvel ezelőtt azonban úgy döntöttek, ide költöznek és igazi, havasi életet élnek, és csak úgy, mint az itteniek, gazdálkodnak, állatokat tartanak. Hát ezt elmondhatom, hogy itt már olyan óvodás korban a fiúgyerek, az már be kell tudja fogni a lovat, el kell tudjon menni egyedül szekérrel, valamit el kell tudjon hozni. Sőt, olyan van, itt az iskola 9 órakor kezdődik, van egy tanyasi iskola fent a Havason, 16 gyerek jár az 1-4-es tagozatra, de összesen óvodás, 1-4-es és 5-8-as tagozaton 65-70 gyerek van jelenleg. Itt mielőtt a gyerekek iskolába indulnának, segítenek a szülőknek ellátni az állatokat, szénát visznek a teheneknek, fej is besegítenek, az istállót kitakarítják, és azután reggeliznek, és mennek iskolába. Úgyhogy itt belenevelődnek a munkába, ami még én szerintem pozitívum, hogy a családok együtt tudnak dolgozni. Tehát működik még a kaláka, egymás segítés rendszere. Például a legnagyobb munka az nyáron a szénacsinálás, ahova mindenképpen el kell a kétkezi segítség, főleg, hogyha jön egy zivataros idő, menekíteni kell a megszáradt takarmányt, bugyába kell rakni, el kell rakni a csűrbe. Ilyenkor percek alatt megindulnak a szomszédok, rokonok, és egymáson segítenek. Tavaly én is megéltem ezt, amikor kórházi állapotban voltam, nem tudtam a saját kertemben dolgozni, és adott esetben 22 ember volt a kertemben, és segítettek a családomnak a szénát begyűjteni, elrakni födél alá. Ezeknek az embereknek a hétköznapjait sajátos tradíciók szövik át már évszázadok óta, és ezek a tradíciók mind-mind az értékét, az eredetiségét adják meg ennek a sajátos világnak, ennek a sajátos mikroközösségnek. Ezek a tradíciók nekem mindig is nagyon tetszettek. Például van egy nagyon érdekes tradíció, amikor valakihez elmegyek, akkor ezt úgy mondják, hogy meg kell adni a tiszteletet. Ez azt jelenti, hogy ha bárhova érkezem, akkor kicsi ajándékot mindenkinek kell vinni. Egy üveg ital, egy csokoládé, egy bármi. Most én ismerek olyan embert, akinek azért ez már egészen komoly anyagi problémákat okoz, 10-12 családhoz bemenni és megadni a tiszteletet, ez az ember történetesen én vagyok. Viszont ezt nem lehet elmulasztani. Itt nagyon fontos az, hogy kialakítják az emberről a képet, és pontosan annak alapján is alakítják ki, hogy hogyan viszonyul ezekhez a tradíciókhoz. Tehát megadni a tiszteletet meg kell. Amikor mesélnek valakivel, hogy találkoztam ezzel és ezzel az emberrel, nagyon rendes ember, megadta a tiszteletet, és így folytatják róla a beszámolást. Amikor valaki valakinek segít, vagy valaki segítséget kér a másiktól, akkor oda kell menni hozzá, és azt mondani, légy szíves, gyere el, ezt és ezt csináljuk meg, megtisztellek érte. És ez egy nagyon szép szokás, ez csak az egyik a sok-sok száz tradíciójuk közül, de ez nekem nagyon tetszik, és egy nagyon mély és nagyon emberi vonatkozása ennek az egész életmódnak, ami itt történik. Aranyos dolog volt, amikor ott a kapu előtt, a bejárat előtt hever egy több 10 éves, hát majdnem 100 éves székelykapu darab, és a tűzifa közé volt berakva. És van itt egy barátunk, akitől elkértük, és kérdeztük tőle, hogy mit kérsz érte, Ferike, és azt mondta, hogy hozzatok érte egy pici ajándékot. Hazamentünk, hoztunk egy pici ajándékot, ami egy ilyen szép nagy pezsgő volt, mert tudtuk, hogy a Feri iszós ember, meg hát olyan látványos volt. És akkor meglátta a pici ajándékot, és azt mondta, hogy jaj, de kedvesek vagytok, odaadtam volna ingyen is, csak a jó szíveteket vizsgáltam. És ezek mind olyan jóleső, ízes dolgok, hogy
odadta volna, de mégis kíváncsi volt, de amikor megkapta, akkor igazából már el se akarta fogadni. Ezekre a dolgokra odafigyelnek. Eléggé zártak, például, hogyha valaki ide költözik, vagy itt vesz meg egy tanya, idegen marad szerintem mindvégig, amíg él. Tehát jövevénynek tekintik, ha bár ők maguk is azok, tehát 100 éves sincs több családnak a múltja itt a hegyen, de az idegent idegennek tekintik, és befogadják, meg baráti kapcsolatok létrejöhetnek, de mindig éreztetik azt, hogy az ember nem itt született fent a havason. Azt én nem tudom, hogy mennyire lehetek én itt része, megbecsült része az itteni társadalomnak. Egy biztos, hogy történtek olyan szép és emberileg nagyon számomra értékes dolgok, amikor egy családba új kis jövevény, új kis gyermek születik, akkor el kell menni, és meg kell adni a tiszteletet, ezt úgy mondják, hogy menni kell baba látni. És van itt nekem egy fiatal balátom, a Lacika, a Csillag, a lovastársainknak az legfiatalabb fiúgyermeke, akinek megszületett a kisgyermeke, és akkor mondtam, hogy Lacikám, amint idő van, megyek és megadom a tiszteletet, és azt mondta a Laci, hogy eles várom. És ez valahol a barátságnak a megnyilvánulása, tehát neki nem mindegy, hogy én megnézem-e a babát, és ez nekem rettenetesen, nagyon-nagyon-nagyon jól esett. Még mindig hisznek abban, hogy meg lehet egy tehenet rontani, vagy el lehet vinni a tejét, meg vannak olyan tudású emberek itt fent a hegyen, akik akár az esőt el tudják riasztani bizonyos varázsigékkel, meg betartják nagyon az egyházi ünnepeket, tehát vannak dologtiltó napok. Ezeken a napokon például tegnap íjés nap volt, nem szabadott árdölni, hangos munkát végezni. Hát ha valakinek rendje volt és a szénát meg kellett forgatni, az ilyen szép csendben végezhető munka, azt természetesen elvégezték, de semmilyen nagyobb munka, például építkezés vagy kopácsolás, ilyet íjés napján nem tesznek, mert akkor valószínű, hogy nagy idő lesz, hogyha az emberek ezt nem tartják tiszteletben. Meg legtöbb hiedelem úgy látom mostanában inkább az időjárás előrejelzéshez kapcsolódik, hogy bizonyos napon, hogy ha fúj a szél, vagy ha eső lesz, akkor még a következő hetekre abból próbálnak jósolni. Vagy most mondok egyet, például idén a zászpa, ez egy tarnicsféle, nagyon nagy kórókat eresztett fehér tarnics, és összefüggésben hozzák azzal, hogy amekkora adott nyáron a tarnicsnak, a zászpának a magasság, akkor lesz majd télen a hó. És valóban, mi 2011-ben költöztünk ide fel a hegyre, akkor hatalmas, nagy, méternél magasabb zászpák nőttek, és azon a télen méteres és másfél méteres havak voltak. Na most idén ugyancsak hatalmas a zászpa, úgyhogy ebből arra lehet következtetni, hogy kemény, nagy telünk lesz. Az itteni emberek szintén évszázadok óta túlélésre játszanak, de azt valami olyan elképesztő, rutinos módon, olyan kézreillő módon, amit megint csak sajnos a mi világunkban már elfelejtettünk. Ebből a szempontból egy picit nehéz üzleti partnerek. Mindenki tudja, hogy egy üzleti vállalkozásban, egy megállapodásban mindenki próbál a maga előnyére egyezkedni, helyezkedni, beszorítani a másikat, hogy azért úgy teljesüljön a dolog, ahogy neki egy picit jobb, ez a csángokkal alapvetően nem működik. Egyszerűen lehetetlen őket beszorítani. Minden családban megfelelő számú lábasjószág van, és megfelelő számú mélyhűtőláda, és hogyha a végén nem sikerül az egyesség, akkor neki mindegy. Ugyanis olyan tartalékokkal rendelkeznek, amivel még akkor is túlélnek itt, a hegyek között, akár 5-10 évet is, hogyha havonta csak egy pár lejük van, vagy csak egy pár forintnyi pénzük. És ez a fajta magabiztosság is olyan dolog, amit mindenképpen el kell tanulnunk tőlük,
mert akárhogy is nézzük, mi otthon a magyarországi világunkban, vagy egyáltalán a civilizált világunkban nagyon sokszor nagyon beszoríthatók vagyunk. Nekem például ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a hónap második 25 napja milyen nehéz, amikor már minden csekket kifizettünk, amikor már minden hellyel közzel minden adósságunkat rendeztük, akkor már ugye a hűtőláda üres, mert lehet, hogy nincs is, nem eszik 5-6 boci az udvaron, és ezek a dolgok, azt hiszem, hogy ezekhez az emberekhez képest itt nagyon kiszolgáltatottá tesznek bennünket. Nagyon-nagyon sok különleges gasztronómiai vonása között van egy olyan utolérhetetlen, olyan csoda, amit nem is nagyon lehet szavakkal otthoni termékekhez hasonlítani. Ez az itteni kemencébe sült kenyér. Nagyon sok élelmiszer van otthon, amit bionévvel illetnek, és ez a biomozgalom, ez tulajdonképpen egy szép és követendő dolgot is jelenthet. Itt viszont a dolgok 99%-a nem tud más, mint bio lenni. Ennek a kenyérnek önmagában van olyan íze, önmagában hordoz olyan üzenetet, és biztos, hogy nagyon sokan megértik azt, hogy mitől van egy kenyérnek üzenete. Attól van egy kenyérnek üzenete, hogyha elviszem magammal, és beleteszem a zsebembe, és 3-4 napig a zsebembe van, akkor mindig 3-4 napig nem változik meg az íze, nem változik meg az állaga, nem változik tulajdonképpen semmit az egész. Ott van velem, ameddig én megyek, és én kitartok, addig az a kenyér is. Az üzenetén kívül még íze is van. Hát ez a házi kenyérsütés, ez egy hosszabb folyamat. Már estétől meg kell csinálni a kovaszt, meg kell főzni a pityókat, a kovasszal is egy kicsi lisztel összekavaródik, és akkor másnap reggelig úgy meg kellni, hogy akkor megdavasszuk, a mielőtt davasztunk, berakjuk a fát a kemencébe, meggyújtjuk a tüzet, az egy olyan 3 órás folyamat, ameddig leég mind a fa, akkor amikor már csak pici szén van, van a szénverő, azzal szétverődik a kemencébe, és akkor már csak amikor kicsi szén van, akkor egy ilyen vizes rongyal, mi úgy mondjuk pemetek, azzal kiszedődik a hamu, kiterülődik szépen a kemence, és akkor bevetődik a kenyér. És mikor egy órája van, akkor meg kell mozgatni, hogy kerüljön másik helyre a téglán, és akkor 2 órát hagyjuk sülni, 2 óra múlva szedődik ki. Akkor ha jobban megsül, akkor kicsit megvárjuk, karét levár, és hogyha csak annyira sül, akkor úgy hagyjuk. Mikor evődik, akkor aki nem eszi meg a karéját, az levágja. Ha valahol létezik egészséges életmód, akkor ez tényleg egészséges életmód. Csak egy példát szeretnék mondani arra, hogy megtörtént eset, hogy tavasszal kaptunk egy flakon tejet, egy sörös üvegnyi 2 literes tejet, amit annak rendje és módja szerint a 12 fokos forrásvízben lehűtöttünk, aztán ott felejtettük, és amikor ürítettük a házat nyár végén, akkor találtuk meg ezt a tejet. És ebből lett egy olyan minőségű aludtej, ami 4 hónapig érlelődött, volt rajta egy 5 centi tejföl és egy 5 centis sajt. És az ott szépen magában megérlelődött, soha életemben nem ettem még olyan finomat, de még fogok, mert rájöttem a gyártás technológiájára, tehát ilyet még majd játszunk. És ez ugyanez vonatkozik itt minden tejtermékre, minden hústermékre, minden sajtra, hogy brilliáns hozzáértéssel, nagyon jó érzékkel állítják elő ezeket a termékeket, és természetesen fogyasztják is. És mondom, ez azért ad nekik egyfajta olykor-olykor picit gőgös magabiztosságot is, de Istenem, ez legyen így, mert hogy nagyon keményen megdolgoznak érte. Béla 11 éven át dolgozott szociálisan hátrányos, nehéz helyzetű gyerekekkel. Most egy munkahelyváltáson van túl, egy általános iskolában lett tanár. Soha nem volt még ekkora a kontraszt a két életem között. Soha nem volt még ekkora a szakadék, soha nem éreztem azt, hogy te mondtad, hogy az ember a két felét egyáltalán tudom összeközelíteni. Egyáltalán tudom közelhozni egymáshoz. Olyan mértékben más az, amit ott csinálok, és meg kell mondanom őszintén jobb, amit ott csinálok,
hogy nem tudok hasonlóságokat tenni. Az a probléma, hogy nekem van egy olyan szakmám, egy olyan élethivatásom, amiből egyre inkább kiszorul a sikerélmény lehetősége. És az pedig nagyon fontos dolog, hogy az ember érezze azt, hogy jó, amit csinál, visszajelzést kapjon a környezetétől, azoktól, akikkel foglalkozik. Ez nem igazán adatik meg most már. Ilyen keservesen koptatom az órákat, a napokat és a heteket, míg végre újra oda-vissza mehetek, és azt csinálhatom, amiben siker van, amiben boldogság van, amiben öröm van, és amikben azt érzem, hogy az üzenet, amit adok át, az át is megy. És ahol azt érzem, hogy kíváncsiak arra, amit mondani akarok. Mert hát ez a tanítás csodálatos dolog, és én mindig is szerettem. És igazából az én életem úgy alakult, hogy az, amit szerettem, ez a tanítás, meg a lovaglás, ez most már igazából csak ott valósulhat meg. Amikor oda megyek ki Erdélybe, Csinódba, akkor olyan emberek jönnek mellém, és körém, és hozzám, akik tanulni akarnak. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából csak feldobsz egy labdát, és hárman, négyen vannak, akik alig várják, hogy elkapják, és megnézzék, hogy mi van a felületére írva. De az én itthoni szakmámban nagyon-nagyon kevés az a lehetőség, amikor arra, amit te tudsz, vagy akarsz mondani, vagy üzelsz, arra vevők lennének, vagy kíváncsiak lennének. Egy olyan furcsa polarizálódás van, hogy vannak olyan gyerekek, akikkel tudsz szót érteni, és érdeklődnek, és meghallgatják, amit mondasz, és vannak olyan gyerekek, akik nem. Itt viszont a kettő gyerek csoport között van egy hatalmas nagy szakadék. És nagyon furcsa, hogy mindenféle pedagógiai és emberi módszert bevetve sem tudod közelíteni a két csoportot egymáshoz. Nem akarok túlságosan nagy bölcselkedésekbe belefolyni, de ez valahol tükre az egész országunknak, világunknak, társadalmunknak. Születünk valamilyennek. És az a valamilyenség bizony nagyon sok terheket ró ránk, mert nem biztos, hogy jónak születünk. Tehát, hogy ha már ennyire mélyen belemegyünk a dologba, akkor azt el kell mondanom, hogy én úgy születtem, hogy nekem soha semmi nem elég, hogy én soha nem vagyok elégedett, hogy nem vagyok, én egyáltalán nem vagyok egy derülátó ember. Én mindig a nehézségeket látom, és nagyon sokszor számon kérem magamon azt, hogy nem szabadna így gondolkodnom. De hát ilyennek születtem, tehát a személyiségem ilyen. Most mit csináljak? Hát nem fordulhatok ki önmagamból. És akkor, amikor így az ember rászól saját magára, hogy ember, hát milyen sorsok vannak, és te micsoda egy szerencsés ember vagy, akkor igen, én akkor nagyon sokszor rábólintok, hogy egy borzasztóan szerencsés ember vagyok. Az pedig, hogy én elmondjam, hogy én ezt megérdemeltem, az a pont soha nem fog eljönni az életemben. Tehát, hogy nekem szerencsém van, lehet, hogy méltatlanul, de én ebbe belecsöppentem, és én nagyon sokat kaptam, én szerencsés ember vagyok. Azt, ami ott kint Erdélyben van, ott csak egy mély levegőt venni este, amikor fönn vannak a csillagok. Itt körbe sétálni a tanyát, ezek csodálatos dolgok. Nem is tudom, hogy fogom én ezt még megszolgálni. Az én életemben sosem mentek olyan gördülékenyenek a dolgok, hogy tudod, ez a fogaskerék, hogy ott, itt most pont most jókor jött ez a döntés. Nem. Mindenért marhára meg kellett küzdeni, mindenért nagyon sokat kellett kaparni, ahogy Erdélyben mondják, hogy mit összekörböltél, kellett érte. Aztán ezt én meg is szoktam, és igazából úgy vagyok vele, hogy nekem a szüleimen, anyámon, papámon, nekem soha senki nem adott még egy szöget se. És most már ezt én megszoktam. Jó, néha próbálkozok, mert olyan jó buli megírni egy pályázatot, meg ott itt, és akkor úgy beadni, és akkor megint nem nyertünk, és kész.
Tehát nincsenek már ilyen nagy gondolataim, nagy terveim. Egy van, szeretnék Erdélyből hozni a lányaimnak, meg magamnak, szeretnék egy lovat. Az embernek van egy párja, na de van két gyereke. És onnantól kezdve, hogy ugye az embernek ugye gyereke születik, ezt is ugye sokan átélték már, az bármilyen romos állapotban van az ember, akkor megint csak ad egy plusz erőt, meg jó neked, jó neki, jó másoknak elmondani, hogy mi van a világban, de hát azt, amikor ugye az ember a gyerekének mondja, hogy mi van a világban, meg mutatja meg, akár csak itt a tanyán a tücsköt, vagy akár csak a Erdélyben a történetesen viperát, mert volt rá példa, hogy semmiképpen ne simogasd meg, bodza kislányom, mert ugye mindent megsimogat meg, hogy milyen aranyos, tehát azért a viperával ezt ne játsszuk el, az megint csak hozzátesz-e az a dologhoz. Isten nyugtassa szegény papánkat, az anyám tett velem sok jót annak idején, és egyszer tett velem egy nagyon jót. És akkor én mondtam a papának, hogy fogom én ezt meghálálni az anyámnak. És erre azt mondta az én papám, hogy sehogy. Soha. Majd a gyerekednek. Lefelé törlesztünk az új nemzedéknek.